Sziasztok! Most egy jó nagy dobozt hoztam nektek. Ez egy olyan doboz, amit én kaptam egy együttműködés keretén belül, és ebben a dobozban vitamin készítmények vannak, úgyhogy ez egy olyan doboz, ami mystery box, tehát nem tudom, hogy mit tartalmaz a doboz, egy ilyen meglepetés kis doboz. A Havitamintól kaptam egyébként, ki fogom nektek írni a nevüket ide a képernyőre, úgyhogy szét tudtok ti is nézni, hogyha van kedvetek. És ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem, és nézzük meg, hogy mit tartalmaz ez a doboz. És hogyha itt lesztek velem, akkor kaptok majd meglepibe valamit a videó végén. Nos, bontjuk ki a dobozt. Én egyébként ezt a webáruházat nem ismerem, nem hallottam még róluk, amíg meg nem kerestek, és fogalmam nem volt, hogy a világon vannak, meg hogy ilyen vitamin készítményeket forgalmaznak, meg egyéb egészségmegőrző dolgokat, úgyhogy számomra is új, és nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mik vannak benne, úgyhogy most úgy fogok haladni, hogy így csak így random belenyúlok a dobozba, és akkor meglátjuk, hogy mit veszek ki. Na, az első, az egy masszírozó kéz, nem is masszírozó, várjátok, csak ez szerintem a, igen, a tenyeret edzeni, kéz erősítő, hoppá, van rajta magyar is. Tehát itt mutatja, hogy a markunkba kell fogni, és akkor így ezt a gumigyűrűt így összenyomkodva edzeni a tenyerünk izmát, úgymond, és én ezt saját bőrömmel egyébként tapasztalom, hogy valóban, tehát ez egy olyan izom rész, amit úgy annyira nem használunk. Ez jó kemény, jó erős. És akkor ezt kellene így összenyomkorászni, és akkor azzal tudjuk edzeni. Én ezt tényleg saját bőrömön tapasztaltam, hogy például a tolóckodás gyakorlatnál, amit végzek, ott volt már egy párszor, hogy így mondjuk megfájdult, és úgy éreztem, hogy gyenge, és nem is maga a karom nem bírja a feladatot, vagy a gyakorlatot, hanem a tenyerem. És igen, láttam már ilyet, hogy van ilyen, amivel itt lehet ezt az izmot erősíteni, úgyhogy ez egy nagyon hasznos kis kütyű. Jó, akkor nézzük, hogy mi van még itt. Jó, igen, ez egy tényleg egy masszázslabda, ez most már tényleg masszázslabda, és ilyenem egyébként van, csak nem Jim Beam-es. Júj! Na ez, fú gyerekek, ez nagyon kemény, szó szerint kemény is, mert tehát ez a olyan műanyag, amit nem tudsz összenyomni. Szó szerint kemény, meg amikor masszírozod vele, mondjuk ezt a talpat szoktam vele általában masszírozni, olyan pontokat ér, és olyan fájdalmas tud lenni, de mint ahogy a hengerezésnek, így a talpmasszázsnak is nagyon-nagyon jó hatása van, úgyhogy érdemes egyébként csinálni, és egy idő után már nem fog annyira fájni. De hogy, igen, nekem is van egy ilyen labdám, nem is tudom, hogy hol van amúgy, szintén fönt van a szobába, és ez egy nagyon hasznos dolog, és Jim Beam-es egyébként, tehát nem egy gagyi változat, hanem a Jim Beam, ugye, aki táplálik kiegészítőket és egyéb egészséggel kapcsolatos dolgokat, meg edzéssel kapcsolatos dolgokat árul, ők márkájuk jelzi, vagy ők, na, ők labdájuk. Következő, Mr. Mosolygyár, a te mosolyod, a mi büszkeségünk, kókusz szén. Szerintem ez nem fogkrém, hanem a fogmosáshoz való por. Itt van a fogfehérítőd, vásárlásával 2 darab fa ültetését tetted lehetővé, köszönjük neked. De jó. Mr. Mosolygyár fogfehérítő por.
100% természetes és vegán termék, aktív kókusz szenet tartalmaz. Na ez nagyon jó, ennek nagyon örülök. Várjátok, még van rajta. Olvassuk el. Első lépés, mást enyhén nedves fogkefédet a szénbe. Második lépés, mos vele fogad 2-3 percig. Harmadik lépés, köpt ki, majd öblítsd ki alaposan a szád, és mosolyogj. Napi rendszeres fogmosás mellett használd, dörzsöld át vele a fogaidat, a leírtak szerint, végül most fogad a szokásos fogkrémeddel, rendszeresen alkalmazd, naponta egy-két alkalommal, legalább 2-3 héten át. Nekem is van egyébként ilyen szénporom, amivel, vagy minek nevezik ezt, igen, kókuszszén, hát akkor biztos az is az, igen, ilyen porom, nekem is van. Mondjuk az az igazság, hogy el is vagyok róla felejtkezve. Nem is használtam, pedig biztos jó dolog. Hát ha nem haragusztok, akkor nem bontom ki, mert hogy ebben nagyon finom fekete por van, és attól félek, hogy ki fog szóródni. De képzeljétek el, egy nagyon fekete, olyan, mint a hát most mondanom, hintőpor, nem, annál, mint a liszt, nem tudom, körülbelül, nem, annál is egy kicsit szemcsésebb. Na mindegy, egy fekete por van benne. Na, akkor következő. Ó, ez olyan kulacs, amiben mondjuk, ha beleteszel a vizetbe gyümölcsöt, uborkát, vagy mondjuk egy kis bogyós gyümölcsöt, vagy gyömbért, citromot, bármit, akkor nem kell kihalázgatnod belőle, meg nem fog a szádba kerülni, és nem kell kiköpködni, mert hogy ez benne van ebben a kis szűrőben. Na, de hogy iszunk belőle? Na, várjál. Mert hogy ez a kis bigyó, ez a kis betét, igen, ezt látjuk, ez egy flakon, vagy minek nevezzem. És akkor van hozzá ez a betét, amit beleteszek, és ez egyébként egy ilyen kis beszorul gyakorlatilag, úgyhogy nem esik ki belőle. És akkor van neki egy kupak. De ebből nem lehet inni. Biztos megvan ennek a módja, hogy ez mire szolgál leginkább. Hát áztatod a vizedbe a gyakorlatilag akkor a gyümölcsöt, vagy az uborkát, vagy a citromot, vagy éppen amit akarsz, ebben a kis tartályba. Aztán utána majd kiönteni belőle, mert ebből inni nem lehet. Csak ha letekered, de ha meg letekered, akkor meg... Most itt hogy iszol? Hát jó, tudsz belőle amúgy inni. De ez így... Nem. Na mindegy. Ez ilyen, amúgy jól néz ki, meg hasznos is, csak nem ártanom, ha lehetne belőle inni. De lehet, hogy csak én gondolom túl, aztán ez ilyen is kész. Na, akkor még belenyúlunk. Echinácea. Echinácián gondolkodtam egyébként, hogy fogok venni, de cseppben gondolkodtam. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a bíbor, kassvirág, az echinácea, az egy nagyon erős immunerősítő vitamin és hatóanyag. Echinácea kivonatot tartalmaz, egy kapszula 250 mg-ot, és C-vitamin is van benne, az is szintén 250 mg. Azt írja, hogy enyhíti a fájdalmakat, gyulladás csökkentő, igen, meg antibakteriális hatású is az echinácea, szerintem, ha jól tudom, fokozza a mentális egészséget, segít a bőr problémákon, megtisztítja a felső légzőszervi légutakat. Na, azt nem tudtam. Napi adag egy darab, ez egy 30 szemes termék, és vegán jelzésű, ami tök jó. Azt mondja, hogy GMO-mentes, 100%-ig természetes, és az EU-ban gyártották.
És nagyon jó, hogy tökre az egész felirat magyar rajta. Tehát nem kell keresgetni, nincsen ilyen ákombákon, meg egyebek. Azt írja még, hogy az immunrendszered védelmezője a természet erejével, gyulladáscsökkentő hatása mellett segít megelőzni a légúti fertőzéseket, és támogatja az immunrendszeredet, élj egészségesebben echinaceával. Egy tablettát javasol naponta. És ennyi. Egyébként kibontom, és megnézzük, hogy milyen maga a formája, mert nekem az sem mindegy. Mert sokszor nagyon, nagyon rossz lenyelni ezeket a... Ezeknek ennek sima... tehát egy... Moment. Mindjárt, pillanat. Tehát egy sima kapszula. Aminek ilyen porózus a külseje, a nedvességtől hamar felázik, azt nagyon nehezen tudom fogyasztani, mert nekem mindig megakad a torkom. Ó, van testvére is! Van testvére! Van egy lányos, meg egy fiús. Na most már van kettő. Hát nem bontom ki akkor, ez ugyanaz, mint az előző, csak ez fiús, a másik pedig inkább egy lányos változat. Ó, köles tészta, ennek jaj, de nagyon örülök. Én már ettem ilyen tésztát. Szerintem ugyanezt a fajtát, Eden Premium, Osó tészta, köles liszttel, van benne utifű maghéj, és azt írja paradicsomos rozmaringost. Akkor most ez ízesítve van paradicsommal, meg rozmaringgal. Kölesliszt összetevője, kölesliszt, 83% ivóvíz, útifű, maghéjliszt, paradicsompor, őrölt rozmaring, paprika, kurkuma, és ennyi. Tehát nincs bennem, nem tudom mi a nevüket se kimondani, micsodák, hanem ennyi az egész. Van benne kölesliszt, víz, útifű maghéjliszt, paradicsompor a fűszerezésnek, őrölt rozmaring, édes fűszerpaprika, örlemény és kurkuma. Pont. Ez nem is benne több, semmi más. És ez nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Meddig? December 6-ig jó a szavatossága. Úgyhogy addig fel kell használni. Nagyon jó. Nagyon örülök neki. És köles tehetek, mert olyan sok mindent nem, de köles pont igen. Na, ó, gumiszalag! Gumiszalag. Ez is edzéshez tök jó. Hol nyílik? Várjatok. Na, igen. Ez itt 5 darabot mutat, gondolom annyi is van benne. Van hozzá egy szütyő, amiben majd a későbbiek folyamán bele lehet őket tenni. Ez egy ilyen Trizand márkájú, vagy gyártmányú termék. Azt mondja, hogy van-e rajta magyar hang. Jaj, ennyi közül már csak kell legyen. Német, igen, francia. Holland, román, litván, angol. Ah! Hú! Itt van! Hú, jó, de apró úristen! Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket, de jó, nagyon aranyos. Használat megkezdése előtt olvass el az alábbi utasításokat, a termék helyes használatához kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat, a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztet. Azt mondja, fontos, a jövőre vonatkozz. Bocsánat a hangzavarért, éppen megjött a kukásautó, a kutyáim pedig ezt jelzik, hogy itt valami nagy, hatalmas gépezet dübölög, és menjen innen azonnal. Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást. Színe sárga, piros, zöld, kék, zöld, fekete. Gumi latex anyagból készült, 5 centi
széles és 30 cm hosszú, a körmérete 60, és akkor itt megvannak az ellenállások, hogy a zöld 1,3, nem, a zöld 1,3 kg, a kék 1,5 kg, a sárga 5-10 kg, a piros 10-15, a fekete pedig 15-20 kg ellenállással bír. Jó, és akkor meg is mutatom nektek. Van nekem ilyen amúgy, csak nem használom. Mert vagy én vagyok bamba, de egyébként írjátok meg kommentben. Nagyon szívesen fogadnám ezzel kapcsolatban tapasztalataitokat. Aki használt már ilyen gumikötelet, nekem mindig az a bajom, hogy ezek így össze állnak ilyen kis hengerben, ilyen összegurgulázódik, és akkor vagy ott marad, vagy rosszabb esetben legurul rólad. Tudom, hogy tehát meg kéne tartani a feszítést, tehát hogy nem hagyni, hogy lazább legyen meg egyébek, de hogy valahogy nekem annyira kényelmetlen volt használni, vágta nagyon a lábamat, szóval fú, nagyon nem volt jó. Úgyhogy így a színek szerint, ahogy erősödik a szín, úgy erősödik az ellenállás is. Hát ez már 15-20 kilónyi ellenállással bír, ami elég sok, meg egész jó. Ez egy ilyen kis gyengúz, 1-3, ugye? Úgy volt. Úgyhogy nagyon hasznos dolgok egyébként ezek, a gumikötelek. És tök jó velük edzeni, szoktam látni másokat is, hogy használják. Mi nem szoktunk használni, mi másféleképpen edzünk, illetve ezt még nem használtuk, lehet később érbe fogjuk, nem tudom. De tudom, hogy mire való, megmondom, nekem van is amúgy. Jó, ez a Havita Silver Multivitamin. Hú, ez már idősebb korosztálynak való fejlő. Mint én is lehet. Azt mondja, hogy Havita Health Silver étrend kiegészítő multivitamin, összetevők, azt mondja, hogy C-vitamin, D-vitamin, B-komplex, ásványi anyagok, kalcium, magnézium, halolaj, naponta egy tasak, reggeli étkezés, után bőfolyadékkal, mely tartalma 2C, D-vitamin tabletta, egy darab B-komplex, egy darab ásványanyag tabletta, és egy darab kálcium-magnézium, meg egy halolaj. Figyelmeztetések, ne lépje túl, bababa, jó. Havitamin Kft. Forgalmazza, és gyönyörűen le vannak írva, hogy milyen vitaminok vannak benne. Van ugye A-vitamin, van a B-komplex, ami B1-2-3-5-6-7-9-12, a tianin, a riboflavin, a niacin, a pantoténsav, a piridoxin, a biotin, folsav és kobalamin. Van benne C-vitamin 1300 mg, ami egyébként nagyon jó. D-vitamin 50, ez a, nem tudom, hogy kell kimondani ezt a jelet, ez a nemzetközi egysége. E-vitamin van benne, K2, ami a D-hez ugye nem árt, hogy jobban. Cink, jód is van benne, 225 egység, kalcium, króm, abból is egy 80 van benne, az is jó, magnézium, 125, mangán, molibdém, réz, szelén, vas, rézből is jó sok van benne. És van benne halolaj, ami EPA és DHA, az EPA 180, a DHA pedig 120, hát ez nem olyan nagyon sok éppen, de tök jó, hogy benne van amúgy. És ez egy ilyen tárolóban van, ez egy tök jó, a férjem egyébként ezt fogyasztja, nem ezt a fajtát, egy másik cég gyártja hasonlót. Itt is írja, itt nyílik, tehát ezt így kinyitod, és akkor egy tasak, adagolós gyakorlatilag, kihúzza egy tasakot, kész lesz megkezdeni, és akkor ez egy havi adag, és mindig csak egy tasakot ki kell venni, és akkor nem kell az összes vitaminos dobozt, hogy most akkor ebből vettem be, ebből mennyit vegyek, az, hogy meg mind, hanem ez egy havi adag, ez nagyon-nagyon jó, ennek nagyon-nagyon örülünk, vagy örülök, ez egy nagyon hasznos dolog, és nagyon jó. Na. Horse oil. Na most a horse, az ló. Ez most lóolaj. Lóolaj. Az mi, hogy lóolaj? De ez egy arcmaszk amúgy.
Na, és ezen nem találom a magyar feliratot. De rá van írva egyébként, hogy meg kell tisztítani az arcot, és akkor ráhelyezni, egy 20-30 perc, és utána leveszed, és kész. Uff. Na, ilyet még nem láttam. Ti hallottatok melyet, hogy lóolaj? Hát jó, nyilván biztos lehet nem ez a neve, úgy magyarosítva, de hogy így konkrétan az van ráérve, hogy horse oil, meg ott van a cocó, ott van, tehát nem olvastam félre. Ó, és van még egy, ez mi? Hyaluron. 3D-s maszk, és hyaluron tartalmú, ugyanaz, mint a másik gyakorlatilag. Tehát tisztítsd az arcot, tedd fel, ez 15-20 percet ír, és utána gyönyörű lesz el is a ragyogó, úgyhogy ez két arcmaszk, köszönjük szépen, ennek meg is örülünk. Mr. Mosolygyár, a te mosolyod a mi büszkeségünk, ilyen, ezt már, ezt a szlogent már egyszer elolvastam ennél a pornál, de akkor ez mi? Peroxidmentes, biztonságos, állatkísérletmentes, fogfehérítő szett. 2.0. Na, anyukám, ez mi? Gondolom lesz benne fogtefe. Van valami kis bambuszos, valami, tudsz, fanyéllel. Ilyen sejtésem van. És nem olvasom el egyébként a tartalmát, hanem kibontom, és akkor majd utána elolvassuk, hogy legyen meglepi. Egyszerre nézzük meg. Ne csináld! Ez a bigyó kütyű-mütyű, tudjátok. Wow! Na, erre nem számítottam. Ez a kis szilikon bigyó. Be kell tenni szádba. Abba nyomsz ebből a fogfehérítő krémből, és van hozzá nekünk egy lámpánk, amit nem tudok kiszedni. Jó. Van nekünk hozzá egy lámpánk, amit meg ugye beteszel ide a szádba előre, és akkor ez a lámpa, ami most éppen nem működik, mert gondolom, hogy töltője itt azért nem véletlen van, tehát ezt fel kell tölteni. Igen. Ott van neki a kis luk, itt a kis töltő, és akkor fel kell tölteni, és akkor ebbe van egy, egy ilyen, talán kékfény, ugye? Valami UV-fény, ami átvilágítja ezt a kis szilikon fogsorra való kis bigyót. Nem tudom ezeket a konkrét megnevezéseket, hát bocsánat. Az a lényeg, hogy ez így, ahogy van. Ez egy fogfehérítő szett. Én azt hittem, hogy lesz benne majd fogkrém, vagy ez a szén bigyó, kókuszszénpor, vagy valami, de erre nem számítottam, hogy ez egy ilyen konkrét, ez a fogfehérítős cucc van benne. Úgyhogy ez tök jó, csak most nem tudom visszatenni. Nem tudom visszatenni, várjátok. Jó, oké. Okay. Hát köszönöm szépen, ez nem nagyon jó. De és ki is fogom próbálni. Nekem mindig problémám van vele, mert én nagyon sok nagyon sok teját, és kávét is fogyasztok egyébként. És hát látszik a fogaimon, meg hát valószínűleg, hogy de genetika is, tehát hogy nem vagyok az a kis vakító fehér fogsorú. Jaj, meg ezt elfelejtettem, nézzétek, ez kiesett belőle. Tehát meg lehet nézni, hogy jelen pillanatban milyen a fogsorod, melyik szín, és akkor majd a pár nap leforgása után, vagy eltelte után is meg lehet nézni a szint, hogy használta valamit, világosodott-e. Ez is trizán, tehát ez valami edzős cucc. Nekem az pont jól jönnek ezek a cuccok. Fekete futó öv. Aha. Igen. Uh-huh. Ez gumírozott is egyébként neki, ez a kis körre, jója. És akkor, hát igen, egy futáshoz egy tök jó, telefon be tudod tenni, vagy lakáskulcsot, vagy zsebkendőt, vagy mit tudom én. És egy ilyen kis, gyakorlatilag övtáska. Fényvisszaverős.
ez nyilván úgy látom. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis dolog amúgy. Akármik, hogyha tényleg elmegyünk biciklizni, vagy bármi, beteszed a telefont, akkor is védve van olyan helyen, hogy nem ázik meg, mert szerintem ez ízhatlan amúgy. Jó, még horgászunk. Na megint itt van egy Mr. Mosolygyár. Még egy valami, ezt már most... Utántöltő is van. Jaj, halljátok. Hát akkor én olyan hollywoodi mosolyom lesz. Meg se fogtok ismerni. De jó. Na. Nézzük. Na. Sikerül kinyitnom, vagy béna vagyok, nem sikerül, jó. Így néz ki. És akkor van benne egy ilyen utántöltő. Egy három részes, használatosítással együtt. Hát köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. És itt az echinácea csepp. Ha! Meghallgattatod, de jó! Echinácea bíbor kasvirág csepp. Immunrendszer támogató csepp. Jaj, de örülök neki. Ilyet akartam venni. Ezek sejtették. És teljesen magyarul van ez is írva, és nagyon jó, hogy nagyon jó. Az ősi bíborkasvirág kivonat összetétele olyan hatóanyagokban gazdag, amelyek elősegítik az egészséges immunrendszert, és támogatják a szervezet természetes védekező képességét. Van benne... Jaj, várjátok, majd rosszul látok. Szezám magolaj, van benne kukoricacsíra olaj, és van benne bíborkasvirág kivonat. Nagyon jó. És 10 cseppet ír napi fogyasztásnak. Jaj, köszönöm, ennek nagyon örülök. Mert hogy ilyet szerettem volna menni. Üres? Nem, még van benne 2 termék. Na, ezt nézzük. Lutein, hát most emelgettem a szememet, a lutein pedig a szemnek egy nagyon hasznos vitamin. Azt mondja, fejleszd a látásod és gondolkodj szemed egészségéről, a Havita lutein segítségével tele van esszenciális tápanyagokkal, mint például a lutein kivonat, C-vitamin, E-vitamin, cink, beta-karotin is jó a szemnek, a B2 vitamin, zeaxantin kivonat és A-vitamin, a zeaxantin. Most majdnem mondtam, hogy az minek a kivonata, melyik gyümölcsből, de most nem jut eszembe. Ez a hatékony formula természetes módon táplálja a szemedet. És akkor van benne C-vitamin, ugye nyilván a felszívódáshoz, lutein, E-vitamin, cink, beta-karotin, B2, zeaxantin és A-vitamin, azaz a retinol. Itt van az összetétele, de... És akkor ez is ugyanúgy EU-ban készült, 100%-ig természetes, vegán terméke, GMO-mentes. Nagyon jó. Nagyon jó. Úgyhogy ezek a táplálék kiegészítők, ezek jó minőségűek. Én úgy gondolom, jó termékek. És ez is kapszulában van, úgy hallom, de kibontom, úgyis fogom fogyasztani. Úgyhogy miért nem tudom kinyitni. Hát ez itt... Nem tudom gyereket kinyitni. Másik irányból megpróbálom ezt. Ez a bigyó, ez megszorult. Tehát ott valószínűleg az elővágás nem volt tökéletes, és akkor így nem tudom kinyitni. Akkor megpróbálom másik irányból, de innen se. Itt is megakad. Megakad egy ponton. És nem jön. Aj, nem jön elébb. Na, ez már az enyém. Már csak egy kicsi kell. Nem hagyom azért se. Jó. Ez egy kicsit világosabb színű, mint a másik. Nem, mint hogyha valami jelentősége lenne, hogy milyen színű. És akkor ilyen kis kapszulában vannak benne a hatóanyagok. Jó, és akkor még van valami. Na, mit mondtam? Bambuszfogkefe. Itt annyi fogfehérítés meg mi után, meg a szedve gondoltam, hogy lesz vagy egy bambusz fogkefe, de itt van a bambusz fogkefe, úgyhogy csak beletették azért. Így ilyen kis izé vagyok, gondolatolvasó. Egyébként a Mr. Mosolygyár
terméke ez a bambusz fogkefe. Így néz ki, ott van rajta a kis monogram, illetve a kis márkajelzés. És a sört az igazából nem tudom, hogy miből készült, így ide teszem a póló mellé, mert akkor így fogjátok látni, hogy ilyen kis cikcakos a teteje. Így néz ki. És hát nyilván ez bambuszból van, tehát mehet a komposztba, hogyha ha elhasználódik. Ezt nem tudom, milyen anyagból van, de azért szokták általában bambuszból készíteni, hogy ez utána nem növeli a szemét, a szemetet, szemét mennyiségét, hanem hogy újra, tehát lebomlik. Elolvassuk. Köszönjük, hogy segítesz egy hulladékmentes bolygó létrehozásában. Mi a különbség egy hagyományos műanyag fogkefe és bambusz fogkefe között? Egy műanyag fogkefe lebomlás ideje több mint 400 év, ami szintű gyakorlatilag felejtsd el. Míg a kezedben található bambusz, akkor már megfogom, bambusz fogkefe pár hónap alatt lebomlik a természetben. Ez egy környezetbarát termék, antibakteriális, biológiailag lebomló bambusz fogkefe. Azt nem írja, hogy a sörtéje miből van, de akkor gondolom, hogy az is valami olyan anyagból nyilván, ami lebomlik. Nagyon jó ez a csomag. Kiürült, nincsen benne más termék. Nagyon-nagyon örülök neki, és nagyon klassz termékeket kaptam, és szinte majdnem mindet fogom tudni használni. Még ezt a kulacsot is majd megpróbáljuk, hogy lehetne a legjobban, vagy a legegyszerűbben ezt használni. Ha beléptek a havita.hu-ra, és a keresőbe beírjátok, hogy Mystery vagy Mystery Box, akkor ki fogja nektek adni, hogy milyen lehetőségek vannak. Jelen pillanatban, amint látjátok, itt vannak a Mystery Boxok. Most egyébként az áruk is akciós, és jelenleg itt, amit láttok ezen a kis videón, amit készítettem, ötféle közül lehet választani. Úgyhogy egy-egyre, hogy rákattintotok, akkor leírják úgy nagyjából, hogy mire lehet számítani, igazából, hogy milyen típusú termékeket tartalmaz ez a csomag. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, Mystery Box, nyugodtan keressetek rá a havitamin.hu oldalon, mert szerintem nagyon jó termékeket kaptam, nagyon jó termékek voltak a csomagban. A lényeg az, hogy ugye ígértem nektek az elején, hogy ha itt maradtok velem, és végignéztetek a videót, akkor egy kis meglepetés lesz itt a zárásképpen. Az lenne, kettő darab dologról van szó, amit szeretnék veletek megosztani. Az egyik, hogyha a weboldalukon, amit majd ki fogok írni nektek a képernyőre, leírásban benne lesz mindenhol, ha a weboldalukon vásároltok a Havitaminnak a weboldalán, akkor tőlem kaptok most egy kedvezményre jogosító kuponkódot, ami 10% kedvezményre jogosít benneteket, a teljes kosárértéketekből fogja levonni a weboldal a kedvezményt. Ezt a kedvezményt 2024. december 31-ig fel tudjátok használni a weboldalon történő vásárlás során, ott a kuponkód mezőben majd beírjátok, és 10% jóváíródik a számla végösszegéből. A második, ami nektek egy ilyen kis plusz, az pedig az, hogy itt, amiket bemutattam termékeket, nem tudom, hogy kinek mi tetszett, bármi hozzáfűzni valótok van a termékekkel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ha megírod nekem kommentbe, ez alá, a videó alá, októberben, tehát teljes hónap áll rendelkezésetekre erre, megírjátok az októberi hónapban, hogy melyik termék tetszett ezek közül nektek a legjobban,
akkor megnyerhetitek azt. Tehát lesz ezzel kapcsolatban egy ilyen kis sorsolás, és az lesz a nyeremény, amit megjelöltél kedvencként. Úgyhogy ez a két meglepetésem lett volna a számotokra. Örülök neki, hogyha itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kommenteljetek. Minden hasznos információt be fogok tenni nektek a leírásba. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!